Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 33. Zsoltár első versét énekeljük. A 33. Zsoltár első verse így kezdődik. Nosza, ti Istenfélő hívek, örvendezzetek az Úrnak. Áldjuk és magasztaljuk tovább a mindenható Istent, helyünket elfoglalva. Énekeljük a 807-es számú énekünket mind a három versével. A 807. énekünk így kezdődik. Áld lelkem Istened, dicsérd e szent nevet. Istenet, dicsérd e szent nevet, jósnál.
Kedves testvérek, Istenünk igéjét Mózes 4. könyvéből olvasom. Mózes 4. könyvéből a 21. fejezetből az első 9 verset. Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki a délvidéken lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta Izraelt és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta: ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestül kiírtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavát, kezébe adta ezeket a kánaániakat, és Izrael mindenestől kiirtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hor hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen: miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér, és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgy, hogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Kegyelmes Istenünk, cselekedje, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, de engedelmes befogadói és megtartói is lehessünk. Ezért csendesedjünk el, emelkedjünk fel lélekben, és imádkozzunk. Kegyelmes Atyánk, hálatelt, de mégis bűnvalló szívvel állunk meg előtted ezen a mai vasárnapon. Hálás a szívünk azért, hogy szólni akarsz hozzánk. Hálás a szívünk azért, hogy itt, ebben a hazában mi békességben állhatunk meg előtted. Hálás a szívünk a viszonylagos egészségért, amely engedte, hogy eljöjjünk a te hajlékodba. És hálás a szívünk a te kegyelmedért, amelyet napról napra megmutatsz a mi számunkra. Ugyanakkor meg kell, hogy valljuk előtted, Urunk, hogy nagyon sokszor elhajlik a mi útunk is attól az akarattól, ami a te akaratod. Nagyon sokszor mi magunk is tévelgünk, mi magunk is olyan dolgokat cselekszünk, amellyel megbántjuk a te atyai szívedet. Urunk, köszönjük, hogy ennek ellenére is nagy a kegyelem. Te ennek ellenére is atyai szeretettel fordulsz felénk. Magadhoz emelsz, tanítasz és vezetni akarsz bennünket. Arra kérünk most, Urunk, hogy szent lelked erejével légy jelen közöttünk ebben a neked szentelt órában. Szólíts meg minket, Urunk, egyen-egyenként. Te látod a mi élethelyzeteinket, látod a mi érzéseinket, fiatalokat és idősebbeket. Látod, hogy miből jöttünk, és mibe megyünk majd haza. Arra kérünk, hogy erősítsd a mi hitünket, és vezess minket. Így áld meg az ige hirdetését, és áld meg annak valamennyi hallgatóját. Nyitogasd a szívünket és az értelmünket Jézus Krisztusért. Amen. Énekszóval készüljünk az ige hirdetésére, a 778-as számú éneket énekeljük. 778-as énekünk így kezdődik: mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Thank you.
János evangéliumának 3. fejezetéből a 14. és 15. verseket olvasom. János evangéliumának 3. fejezetéből a 14. és 15. versből így szól Isten igéje. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, amikor készültem erre az alkalomra, és kezembe vettem a bibliaolvasó kalauzt, és azt néztem meg, hogy erre a mai napra milyen igét rendeltek el a kalauznak a szerkesztői, akkor az a történet jött elém, amit először felolvastam. Amikor Izrael népe a pusztában vándorol, és hát mondhatnám, hogy abban az időben szokás szerint elfordulnak az Isten akaratától, és hát itt jön az Úristen büntetése, majd jön a bűnbánat, és jön a megbocsátás lehetősége is, jön a kegyelem, ahogyan az Úristen végül megoldja azt a helyzetet, amibe kerülnek. És hát természetesen, amikor visszagondolunk az elmúlt napok eseményeire, akkor azért óhatatlanul eszébe jut az embernek, hogy az a nép, amelyről tulajdonképpen itt is szó van, vagy nekik az utódjaik, ők most is egy nagyon szomorú háborús helyzetbe kerültek. Távol álljon tőlem, hogy bármiféle politikai, vagy bármi összekapcsolást hozzak a kettő között, vagy hogy kárhoztassak bárkit is, hiszen nem ismerem igazán jól ennek a történetnek, a mai történetnek a hátterét. Azt tudom, hogy az ember bűne az hoz olyan helyzeteket, amikor úgymond háborús helyzetekbe kerülünk. Nem feltétlenül fegyveres konfliktusra gondolok, hanem olyan helyzetek, olyan állapotok a saját életünkben is, amik békétlenséget hoznak, amik fájnak, amik nehézségeket, akár kapcsolatok törését hozzák, és hogy mennyire szomorú ez. És mennyire nehezen látja be az ember azt, amikor ő hibázik. Amikor eljut az életének egy olyan pontjára, hogy lehet, hogy korábbi lépést vagy lépéseket bizony nem kellett volna megtennie. Még egyszer mondom, nem tudom a mostani háborús helyzetnek az igazi okát, nyilván aki figyeli a híreket, azért az informálódik sok esetből, de nem vagyunk ott. Hála Istennek, hogy nem vagyunk ott. Mégis azt gondolom, hogy nagyon komoly figyelmeztetés, amikor ilyen híreket hallunk, és akár ugye már most több mint egy éve a saját közvetlen közelünkben is háborús helyzet van, hogy mennyire oda kell az embernek figyelnie az Isten akaratára. Mert az Isten akarata nem háború. Az Isten akarata nem öldöklés, az Isten akarata a béke. Az Isten akarata az, hogy az ember megismerje őt, megtalálja őt, és ezzel ő üdvösséget adhasson nekünk. Ő ezért adta a fiát. És ennek ellenére mégis azt látjuk, ha akár a szűkebb, akár a tágabb környezetünket nézzük, hogy tele van az életünk ilyen háborús és nehéz helyzetekkel. Mi történik ebben az esetben, amit felolvastam? Ugye, ha ismerjük Mózes második könyvét, már pedig, ha körülnézek, azért azt gondolom, hogy nagyon sokan ismernünk kell Izrael népének a történetét. Ők ugye elkerülnek Egyiptomba, ahol fogságba kerülnek, 430 éven keresztül vannak egy idegen országban, és látjuk azt, hogy az Úristen hogyan szabadítja ki őket onnan. Látjuk azt, hogy eljut ez a nép egy olyan leigázott helyzetbe, hogy a fáraó elrendeli a fiú gyermekeknek a megölését, ennek a borzalmát, és olvashatjuk azt, hogy ennek ellenére az Úristen mégis vigyáz egy fiú gyermekre, ugye Mózesre, aki olyan élethelyzetbe kerül aztán, hogy ő lehet az, aki kimenekíti ezt a népet a fogság borzalmából. Látjuk a 10 csapást, hogy milyen csodákat tett az Úristen, amivel végül ki tudnak jönni ebből a leigázó országból. Látjuk a törvényadást, azt, ahogyan az Úristen szövetséget köt ezzel a nép, és azt mondja, hogy az enyém vagytok, de
itt a törvényem, itt a két kőtáblám, és szeretném, ha ennek az útmutatása alapján élnétek tovább az életeteket. Látjuk a Vöröstenger kettéválásának a csodáját. Tulajdonképpen ez a nép, ez folyamatosan az Úristennek a vezetését tapasztalhatja meg az életében, és látjuk azt, hogy néhány hónap alatt eljutnak az ígéret földjének a határára. Majd látjuk azt, hogy ott, mielőtt beléphetnének az ígéret földjébe, ugye Mózes kémeket küld, hogy nézzék meg, hogy milyen is az az ország, és látjuk azt, hogy ez a nép megretten. Mikor jönnek a kémek és elmondják, hogy tejjel és mézzel folyó országról van szó, magyarul egy csodálatos terület, ami természeti kincsekben gazdag, de nagy nép lakja, erős nép lakja, és a népnek a szíve megretten annyira, hogy egymást kezdik aztán felbégázni, hogy ne menjünk be oda, hiszen az életünk is veszélybe kerülhet, és az Úristen megharagszik. Megharagszik erre a kicsiny hitűségre. Megharagszik arra, hogy itt vagyok, vezetlek benneteket. Most már hónapok óta kihoztalak benneteket, láthattátok a csodáimat, és mégis ellenem fordultok. Fellázad a nép, és az Úristen dühös lesz. És azt mondja, hogy elpusztítom ezt a népet. De van valaki, aki könyörögni kezd ezért a népért. Mózes. És könyörög azért, hogy Istennek ne a haragja, hanem a szeretete legyen a nagyobb. És az Úristen megbocsát. Nem pusztítja el ezt a népet. A büntetés csupán egy 40 éves pusztai vándorlás, illetve az, hogy az a nemzetség, akik ott voltak, és kicsiny hitűek voltak, ők nem fognak bejutni az ígéret földjére. Ők mindannyian a pusztai vándorlás során majd meg fognak halni, és csak az utódjaik léphetnek be Kánaánba, az ígéret földjére. Egy-két emberen kívül, akik tudtak hinni az Isten akaratának. És jön a 40 év pusztai vándorlás, nagyon-nagyon sok minden történik ez alatt a 40 év alatt. Hosszú az út, nagyon-nagyon hosszú. Egy nemzedéken át vándorolnak, végignézik tulajdonképpen az elődeiknek a halálát. Sorban vesztették el őket, és a legvégén még a lelki vezetőjüket, Áront is, ugye a főpapot is elveszítik, és azt olvassuk, hogy őt nagyon-nagyon meggyászolják. És ahogyan jönnek, és már megint ott vannak nagyon közel az ígéret földjéhez, azt írja a Szentírás, hogy elfogy a türelme ennek a népnek, és lázongani kezdenek. És azt a kérdést tettem fel saját magamnak, hogy hányszor fogyott már el a türelmem? Hányszor voltam már úgy, hogy éltem az életemet, csináltam a dolgomat, azt, ami éppen a feladatom volt, és jönnek a különböző apró bosszúságok. És hát vannak olyan emberek, akiknek híresen hosszú a türelmük, és nagyon sok mindent le tudnak nyelni, de van egy pont, egyetlen egy apró dolog, és lehet, hogy ahhoz már nem is kell túl sok dolognak történnie, vagy túl nagy dolognak történnie, amikor elpattan a húr. Amikor elfogy a türelmem. Miért fogy el a türelmem? Azért, mert megkeseredik a szívem. Egy másik fordítás ezt mondja. Így fordítja ezt a mondatot. Hogy megkeseredett ennek a népnek a szíve. Tulajdonképpen még meg is érthetjük ezt a népet. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az vesse rájuk az első követ, aki ő maga még nem vétkezett. Hiszen 40 éve vándorolnak pusztai létben, sátoros körülmények között. 40 éve ugyanazt az ételt és italt kapják, ugye a mennyei mannát, a fűrjeket és a vizet, és csak mennek, és pont ott, amikor már eljutnának a célhoz, akkor már nem megy tovább. Elfogyott a türelem. Apró pici magocskákként ott voltak a különböző események ezeknek az embereknek a szívükben, és ezek a pici bosszúcska magocskák, ezek elkezdtek szépen növekedni. Elkezdtek terebélyesedni. Elkezdtek egyre nagyobbak lenni, egészen odáig, hogy végül már nem tudták tovább tartani magukat. Nem úgy sikerül egy döntés, ahogyan gondoltuk. Nem jutunk el oda,
ahová szerettünk volna elmenni. Nem sikerül ez a barátság, vagy az a kapcsolat, ahogyan mi gondoltuk. Valaki folyamatosan bosszant bennünket különböző dolgokkal, szavakkal, vagy akár tettekkel. Lehet, hogy nem nagyok ezek, de sok kis pici apró történés. Jönnek az életünkben a nem sikerült dolgaink, és ezek olyan naggyá kezdenek el nőni, hogy elfogy a türelmünk. Az asztalra csapunk, általában azt bántjuk, aki a legközelebb van hozzánk, és már nincs tovább. És elhajlunk az Úristen kegyelmétől. És ha elhajlunk az Úristen kegyelmétől, na akkor van baj. Itt is ez történik. Nem tudnak már tovább lépni. Nem tudják már tovább feszíteni. Miért hozták ki bennünket Egyiptomba? Itt is egy harc van előtte. Igaz, hogy győztes harc, de mégiscsak harcolnak. Valószínűleg vannak veszteségeik. Miért hozták ki bennünket? Azért, hogy ezt a ocsmány ételt és italt kapjuk már 40 éve? Mennyivel jobb volt nekünk Egyiptomban? Valószínűleg nem tudhatják, hiszen ők nem voltak ott. De mégis úgy érzik, hogy ez, ami most van, ez már nem jó. Ebben már nem szeretek benne lenni. És lázadni kezdenek. És itt is ugyanazt tapasztaljuk, mint 40 évvel korábban. Megharagszik az Isten. Hányszor látták már ők az Isten haragú arcát? Hányszor kellett már Mózesnek könyörögni ezért a népért? És most újra megtörténik. És Mózes, bár könyörög a népért, az Úristen büntetése az az, hogy mérges kígyókat enged erre a népre, és akiket a kígyók megmarnak, ők meghalnak. Miért pont a kígyó? Hát a kígyó egy nagyon érdekes állat a Szentírásban, ugye tudjuk, hogy már az első bűnesetkor is ő van ott. Miért pont ő? Szerintem azért, mert a kígyó egy nagyon-nagyon alattomos állat tud lenni. Mégpedig azért, mert észre sem veszed, hogy oda ment a lábadhoz, ugyanis nem csinál zajt. Oda kúszik, észrevétlenül, és már meg is mart, és ilyen a bűn. Észre sem veszed, hogy meggyökerezik a szívedben, hogy ott van benned, és már meg is történik az, aminek nem lenne szabad megtörténnie. És itt is a büntetés a kígyó. És mégis az a csodálatos ebben a történetben, hogy szinte azonnal ott van a kegyelem. Miért van ott a kegyelem? Miért nem mondja azt az Úristen, hogy elegem van belőletek? 40 éve húzzátok az idegeimet, nekem is elfogyott a türelmem. Azért nem mondja, mert az Úristen nem tud nem szeretni. Ő nem tudja azt mondani, még ennek a népnek sem, hogy nem szeretlek. Kisebbik gyermekem, aki néha csintalanságokat szokott csinálni, és hát néha az én türelmem is el szokott fogyni, és olyankor talán ingerültebben szólok neki, mint ahogy kellene, meg szokta kérdezni, hogy anya, amikor haragszol rám, akkor nem szeretsz? És a válaszom mindig az, hogy de. Sőt, ilyenkor talán még egy kicsit jobban. Miért? Mert ilyenkor van nagyobb szükséged a szeretetemre. Akkor, amikor csintalan vagy. Akkor, amikor te magad is érzed, hogy valami nincs rendben. Tudjuk mi azt, amikor rosszat teszünk. Tisztában szoktunk lenni vele. Olyankor még nagyobb szükséged van az én szeretetemre. Hát hogy ne szeretnélek? Még ilyenkor is. És ha én így tudom szeretni a csintalan gyerekemet, hogy ne tudna sokkal nagyobb szeretettel szeretni engem a mindenható Isten? Akkor is, amikor elfogy a türelmem. Akkor is, amikor elhajlok attól az úttól, amit ő adott nekem. Akkor is, amikor olyat teszek, mondok, gondolok, amit nem kellene, amivel megbántom az ő atyai szívét. És az Úristen már elkészíti a szabadítást.
mint ahogyan látjuk a bűnesetkor. Már a legelején ott van a büntetésben a kegyelem. Mert mit mond az asszonynak? Fájdalommal szülöd meg a gyermekedet, ez a büntetése. De életet adhat, tovább adhatja az életet. Mit mond a férfinak? Fáradtságos munkával szerzed meg a kenyeredet, és sokszor eredménytelen lesz a munkád, de küzdhetsz a családodért. Végezheted a feladatodat. És mit mond már ott a legelején mindenkinek? Elküldöm azt, aki a kígyó fejére tapos. Már ott, amikor a büntetést kiszabja, már elmondja, hogy mi lesz a kegyelem. Már akkor tudja, hogy hogyan fogja megszabadítani az elfordult embert. Hogyan fogja neki a megváltás útját megmutatni Jézus Krisztusban. Már ott elmondja, elküldöm neked. Elküldöm érted azt, aki megoldja ezt a helyzetet. És itt is ott a szabadítás lehetősége. Ebben a történetben. Amikor Mózes könyörög a népért, azt mondja, készíts egy részkígyót a pusztában, emeld fel, és aki arra rátekint, az meggyógyul. Elkezdtem azon gondolkozni, hogy miért pont egy kígyót kell elkészítenie. Hiszen az okozza a bajt. Miért nem egy, nem tudom, virágot, vagy valami szépet? Miért pont a kígyóra kell ránézniük ezeknek az embereknek? Azért, mert amikor felnéz az az ember, és ránéz a részkígyóra, akkor tulajdonképpen a saját bűnével szembesül. Szembenéz azzal, amit csinált. Szembenéz magával a kígyóval. Elfordultam az Istentől, jött a büntetés, és nézzek rá erre a kígyóra. Emeljem fel a tekintetem. És akkor az Úristen megkegyelmez, és meggyógyul, aki ezt meg tudja tenni. Lehettek olyanok, akik nem hitték ezt el? Biztosan. Teljesen biztos, hogy voltak olyanok, akik nem emelték fel a tekintetüket. De aki igen, aki elfogadta azt, hogy ez az egyetlen út, nincs más, az meggyógyult. Aki szembe tudott nézni azzal, ami a saját bűne. Szembe tudott nézni azzal a részkígyóval, ami azt jelképezte, hogy elfordultál az Istentől. Az meggyógyult. És mit jelent ez nekünk? Szembe kell néznünk azokkal a dolgainkkal, amik elválasztanak bennünket az Úristentől. Ezt mindenki maga tudhatja. Mindenki saját maga ismeri a saját életét, és tudja azt, hogy mi az, ami nincs a helyén az életemben. Mi az, ami odaáll közém és az Isten közé, ez bármi lehet. Amit még bálványozok, amit még nem tudok letenni az Isten kezébe, amihez még ragaszkodom görcsösen, és nem engedem el. Nézzél rá! Nézz szembe vele! Mi az a tulajdonság? Mi az a vétek, ami még elválaszt? Nézzél szembe ezekkel a dolgokkal. Nem olyan egyszerű ez, mint ahogyan én most itt elmondom a szószékről. Tudom. Nem olyan egyszerű nekem sem szembenézni azokkal a dolgaimmal, amik elválasztanak az Istentől. És éppen ezért ez még lehet, hogy kevés is. Sőt, biztos, hogy kevés. Mert attól, hogy tudom, hogy mi az, ami elválaszt engem az Istentől, az még nem fog engem megváltani. És ezért mondja azt a János evangéliumában maga Jézus. Hiszen amit felolvastam, két igevers az Jézusnak a Nikodémussal történő beszélgetésének egy pici részlete. Amikor azt mondja, hogy ahogyan Mózes felemelte a részkígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának felemeltetnie. Jézus itt semmi másról nem beszél, mint a saját áldozatáról. Arról, ahogyan ő majd a keresztre fog kerülni. Előrevetíti. A Nikodémussal való beszélgetésben előrevetíti azt, hogy vele mi fog történni.
És azt mondja, hogy ahogyan arra a részkígyóra ott Izrael népének fel kellett tekinteni, úgy kell az embernek feltekinteni erre a keresztre. Az elmúlt 2 héttel ezelőtt lehetőségem volt olyan templomokban járni, ahol nagyon szép művészeti alkotások vannak, többek között Jézus a kereszten. Több formában is láthattam ezt. Ugye a mi református templomainkban nem szoktuk kiábrázolni, általában nem jelenik meg semmilyen módon ez a történet. De olyan templomban járhattam Assisiben, ahol nem csak magát, ezt a keresztábrázolást nézhettem végig falfestményeken, hanem tulajdonképpen a teljes Bibliát. A teremtéstől egészen a végítéletig. Minden gyönyörűen kis pici részletekben meg volt festve a templom plafonján, a felső részen, és úgy elmélyedtem egy-egy képben. És mennyire érdekes, hogy a katolikus templomokban is ezeket a festményeket, képeket ugye oda fel szokták festeni. Emeld fel a tekinteted. Emeld fel a tekinteted, és szembesülj azzal az áldozattal, amit az Úr Jézus hozott. Amikor ránézel a keresztre, ránézel Krisztus áldozatára, szembesülj azzal, hogy miért történt ez? Miattam is. Meg érettem, meg helyettem is történt. Nyugodtan meg lehet nézni reformátusként is ezeket a műalkotásokat, mert szembesít bennünket. És talán néha jobban kiábrázolja, mi történt ott, akkor, a Golgotán. Úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, mondja Jézus. Nézzél rá, emeld fel a fejed, tekintsd meg azt az áldozatot, amit az Isten hozott érted Jézus Krisztusban. Ott a pusztában Izrael népének nem adatott más út, csak akkor volt szabadulás, hogyha feltekintettek a részkígyóra. Ma sem adatik szabadulás. Bűneink vannak. Akkor is vannak, ha nem akarjuk. Akkor is vannak, ha küzdünk ellene. Mert ahogyan az egyiktől megszabadulok, mindig lesz más. Mindig lesz újabb. De az a csodálatos kegyelem, hogy azokat már mind-mind felvitte az Úr Jézus a keresztfára. Csak tekints fel rá, csak fogadd el azt az áldozatot, amit ő adott. Aki nem tekintett a részkígyóra, nem gyógyult meg. Aki nem tekint a Krisztus áldozatára, ő nem kapja meg azt az örök életet, amiről itt Jézus beszél. Tekintsünk fel a mi hitünk szerzőjére. Tekintsünk fel arra, aki ezt a hatalmas kegyelmet adta nekünk, és fogadjuk el, az Úristen nem tud nem szeretni. Ő nagyon-nagyon szeretni akar bennünket, és szeret bennünket. Fogadjuk el tőle mindenféleképpen ezt a szeretetet. Legyen ez igaz valamennyiünk életében. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Kegyelmes Atyánk, olyan csodálatos és felfoghatatlan nekünk az, hogy Te ennyire szeretni akarsz bennünket. Hogy annyira szerettél, hogy a Te egyszülött fiadat adtad értünk. Urunk, ezt mi nem tudjuk elég módon megköszönni neked. Ehhez talán kevesek és gyengék vagyunk, de köszönjük azt, hogy Te így fogadsz el minket. Köszönjük azt, hogy a Te utad nem a büntetés, hanem a kegyelem. Arra kérünk, Urunk, ahol most békétlenség van szerte a világban, add a Te békédet. Adj bölcsességet a vezetőknek. Azért, hogy belássák, hogy van út, amely a halálba vezet. De van olyan út is, amely az örök életbe. És Urunk, ha békétlenség van a saját életünkben, arra kérünk, segíts meglátni azt. Segíts megismerni, hogy hogyan kerülhetünk közelebb hozzád. Segíts felemelni a tekintetünket Jézus Krisztusra. Légy, Urunk, azokkal, akik a gyász fájdalmát hordozzák,
akik most talán vádolnak, akik kétségbe estek. Urunk, te adj vigasztalást. Légy a betegekkel, akik otthonukban vagy kórházi ágyon várják a gyógyulást az ő betegségükből. Áldott orvos, ha kedves neked, add a te szabadításodat. Kérünk gyülekezetünkért, ifjakért és idősebbekért, és az egész teremtett világért. Amen. Együtt fennállva imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hogy mindannyian tudjunk közös dolgainkról, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Reformációs úrvacsorás istentisztelet és gyülekezeti ebéd lesz majd október 29-én, vasárnap 10 órától, itt a belvárosi nagytemplomban, illetve az ebéd a gyülekezeti házban. Szeretettel hívjuk erre az alkalomra is a kedves testvéreket. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy aki az ebédre szeretne jelentkezni, ez regisztrációhoz kötött, hiszen tudnunk kell ugye, hogy hány főre számíthatunk, a lelkészi hivatalban vagy a kis újságban látható telefonszámon legyenek kedvesek jelentkezni. És október 23-ai héttel kezdődően pedig újbori bűnbánati alkalmaink lesznek, szintén a kis újságban megtalálható. 23-án délelőtt lesz istentisztelet, itt a nagy templomban, hiszen ugye ez ünnepi istentisztelet lesz az 56-os eseményekre emlékezve, és a keddi naptól kezdve pedig bűnbánati alkalmak lesznek, kedden, csütörtökön és pénteken 17 órától, vasárnap pedig, ha az Úristen kedvez nekünk és életünket megtartja, akkor megterítjük a kegyelem asztalát. 8.30-kor két pont, 10 órakor itt a belvárosi nagy templomban, ugye ezt említettem az előbb, és 4.12-től a Szent Pál idősek otthonában. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket ezekre az alkalmakra. Szomorú szívvel elhunytat hirdetek. 2023. október 3-án elhunyt Herbály Kálmán, 65 évet élt testvérünk, ugye, aki a virágboltban dolgozott, az övé volt itt a virágbolt a főtéren. Az ő búcsúztatása, gyászt, istentisztelete október 21-én, szombaton 11 órakor lesz itt a belvárosi református nagy templomban. Isten nagyon vigasztalást a gyászoló családnak. És az Úristennek adunk hálát, az adományozóknak pedig köszönetet mondunk az elmúlt heti perselyes adományokért, Újvároson és Belvároson mindösszesen 27.180 forintért. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Az Úristen legyen gyülekezetünk őrizője és pásztora. Záró énekünket énekeljük a 485. dicséretnek az első három versét. A 485-ös számú énekünk első három verséből az első vers így kezdődik. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.
Áldásvétel előtt nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Végezetül Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.